ezt a kellemes időtöltést. Jó napot kívánok, Concerto lesz velem a szép kis bal kezével. Megmutatja nektek, hogy mit érdemes megnézni az autón. Először is egy Renault jel van itt előttünk, ez egy Clio-i 1996-os. Annak ellenére egy nagyon magas gyári felszereltségű kis autó. Mint például van légzsákunk, és van ugye szervó kormányunk, ugye még Concerto is el tudja tekerni, mint látjátok szépen a kis kezével. Szépen veszi a fordulatot, cseklámpák ugye kialszanak, az minden rendben van a kis autónkkal. Infratávirányítású kulcsa van neki, aminek itt van a kis vevő egysége fönt, és ez dolgozik is benne, tehát hibátlanul teszi a dolgát. Itt van velünk Feri és Peti, akik nézik ezt az órát, hogy 3 óra van, és jönne most már valamit enni, mert már idejének, itt az ideje ennek is. Tehát légzsákunk van két oldalról, nagyon szép plüskárpitos a kis járgány, van elektromos ablaka a jobb oldali utasnak is, és gyönyörű a plüskárpit ebben a kis járgányban. 75 lovas ez a kis 1.4-es benzinmotor benne, ami csendesen teszi a dolgát. Ezt is már meg is fogom rögtön mutatni. Ezen kívül elektromosak az ablakaink, és a tükör is elektromos, és az ülésünk is ugye állítható, ami nagyon szép. Na most ezen kívül még itt tudunk beszállni hátra. Hátul pillangó ablakok a hátsó utasoknak, kibillenthető, szép zöld hővédő üvegekkel látták el a Renault cégnél a munkások, és egy RT felszereltségű kis háromajtós autót látunk itt, amin gyári alufelni van. 2010 be van zárva, ezt nem tudom kinyitni. Na, itt a felszereltsége, tehát extrém módon telerakták az autót extrákkal, a Renault-ék, szép az autó, metálfényű, kinyitottam a motorháztatót, remélem, hogy ez sikerült is megtennem, ez végül is igen. Amit még szeretnék megmutatni, nagyon fontos, hogy az autó most lett leszervizelve nemrég, egy évvel ezelőtt volt vezérlés cserélve, ez látszik ott a szíjakon is, ezen a külső szíjon, illetve ide is írták a szerelő, hogy mikor cserélték ki, hát összesen mentek vele 15 000 km-t. Csendesen jár az a 75 lovas motor, és ezen kívül még ködfény szóró is van elől, télire majd, hogyha jön a köd. Egyelőre most a tavasz jön, és egy őrült motoros, de ezt remélem túléli. Mindenki gyertek be hozzánk az M3 autóparkba, ezt a Clio-t vegyétek meg gyorsan tőlünk. A viszontlátásra!